Kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Mission and liftoff of the Space Shuttle Discovery. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ma egy ilyen visszaszámláló készüléket mutatok be nektek. Az egyik haverommal építettük, Domekbolya, itt van. Elhoztak! És hát először elkezdtem egyet építeni, de az eléggé hát rozoga lett. Ezért együttes erővel ezt megépítettük, ami már tökéletesen működik. Láthatjátok a videóban, hogy hogy működött. Annyi a baja, hogy a videóban azért villogott össze-vissza a pár helyen, mert picit belaggolt a redstone-ozás, illetve a, ezek a lámpák. És amúgy pedig rendesen működik. Láthatjátok, hogy a redstone-ozás elég bonyolult tűnik, de amúgy, ha jobban átgondoljátok, és egyszerűen megoldható. Nagyon egyszerű. Amúgy nem nehéz. Annyi a lényeg, hogy itt levezettük a lámpáktól a redstone jelet végig mindegyiktől, így pálcikánként, tehát ez itt egy pálcika, még egy, meg még egy, meg még egy, és ezeket így külön-külön levezettük, majd így, hát emeletenként építettük össze őket, és így oldottuk meg, mindegyikhez ide raktuk, hogy melyik-melyik, és így lett végül. Csak hozzá kellett kapcsolni, amelyik számhoz, amelyik pálcika kellett, azt hozzákapcsoltuk és működött is. És hát annyi a lényege, hogy itt ugye elvezetjük végig a redstone-ozást, és itt pedig megkapja a jelet, mikor elindítjuk egy kapcsolóval, akkor egy nagyobb dózisú jelet kap, mintha simán csak egy redstone-tot például odaraknánk, és egyből kiütnénk, és ekkor itt végig megy a jel, itt pedig ezekkel belassítjuk kicsit, mert túl gyorsan menne, és akkor összefolynának a számok. Éppen ezért így oldottuk meg. Hát szerintem váljunk is bele a tesztelésnek. Megnyomom a gombot akkor. Itt akkor most láthatjátok, hogy hogyan működik. Ugye itt megkapja a jeleket, most picit be van lagolva megint, azért nem látjátok rendesen. És akkor itt végig megy ezeken, és a végén ugye nem fordítottuk vissza a jelet, mert ugye felesleges, hogy állandóan vissza és visszaszámláljon, csak hogyha például egy szerverre rakjátok be, akkor is csak laggoltatja az egész szervert, és egy idő után feleslegessé válik, és szét kell verni. Így pedig szerintem sokkal praktikusabb. A végére meg bármit oda lehet kapcsolni, hogy beüzemeljetek, és egyből már még nagyobb haszna lesz ennek az egésznek. Ugye van egy különleges képességük ezeknek a lámpáknak, az, hogyha ide vezetünk egyet, tehát hogyha bevezetünk egy redstone-t, akkor három lámpát világít meg, amit be is mutatok gyorsan. Na, meg is építettem, mint láthatjátok, és építettük, és hát annyi a különlegessége, hogy kettő is lett belőle? Igen, azért, mert az egyiket ugye már redstone-nal látjuk meg, ezzel látjuk, ezen, hát hármat világít meg, mint a másik, csak redstone lámpával, amivel csak egy világ, egyet világít meg, igaz, ha fölé rakok egyet, akkor az is megvilágítja, de hát az úgy elég hosszadalmas munka. Szóval ez egy elég jó tulajdonság a redstone-nak, hogy három redstone lámpát meg tud világítani, és oldalra is ugyanez igaz. Szóval igen, ha oldalra berakok, akkor is működik. Mert a tér minden pozíciójába, tehát hogyha ide rakok, akkor is. Egy jó tulajdonság más lámpák elkészítésénél. Hát ez volt az, amit ott be akartam mutatni, és hát ugye már megmutattam itt a redstone-ozást, tehát ezt most megmutatnám egy lekicsinyített verzióba is,
hogy jobban megértsétek, illetve hogyha valami probléma akar, akkor ahhoz vissza tudjatok jönni. Megépítettük a könnyített verziót, és hát ennek csak a három középső kis pálcáját raktuk be, mintha annak a háromnak lenne a középső pálcája, csak kicsiben. És akkor most megmutatjuk így, hogy hogy kéne megépíteni, mert ezt inkább megépíteni kell tudni, mint sem megérteni. És akkor itt most el is vezetjük a redstone-t, hogy lássátok. Nem túl bonyolult, csak kell egy rendszert adni az egésznek. És nekem is az volt a baj eredetileg, hogy nem adtam semmiféle rendszert. Ezáltal meg egy nagy összevisszaság lett az egész, és bármi hiba adódott, már nem tudtam vele kezdeni semmit. Újból kellett kezdjem, és három napig szenvedtem is vele. Hát ennyi nagyjából így az egész. Egyszerűen. Ugyanaz, mint hogyha ott lenne. És hát így most láthatjátok, most felkapcsoltuk az alsót. Hú, de belaggoltam. Most a középsőt, most pedig a felsőt. Ennyi az egész, és működik az egész rendszer. Ezt meg lehet oldani, ezt így egyszerűen így el lehet fejteni. Vagy repeaterrel, ahogy odát is van, így ide lehet kapcsolni a jeleket. Egy pillanat, meg is mutatom. Így, és akkor villogni fognak egymás után. Vagy hogyha visszakötjük, tehát így, gondolom. Hoppá, nem, elég lesz ekkora. Ez is igaz. Akkor folyamatosan villogni fognak egymás után. Tehát így. És ez egy ilyen esti jelzőfénynek tökéletes. Bárhova. Jó, ezt most kikapcsolom. És akkor megmutatjuk simába is. Jó, elég így. Így. És akkor így csak végigmegy egy jel felfele. Vagy lehet így, hogy tovább tartjuk a jelet. Sokféle variációja megoldható ennek. Az biztos. Akár egy gombot is be lehet rakni. Vagy egy kart. Hát, ennyi volt a mai videónk. Jó Minecraftozást, sziasztok! Császtok!